A szekszárdi önkormányzat tulajdonában levő 12 vállalkozás mérlegbeszámolója adták a közgyűlés fő témáit. A város ipari parkja az ingatlan és ingó vagyontárgyain felül 2018-ban 20 millió forintos árbevételre tett szert, és 1,5 millió forintos eredményt ért el. Ács Rezső, a város polgármestere ezzel kapcsolatban azt mondta, a jól működő cég ezzel megteremtette az idei és a következő évre tervezett fejlesztések feltételeit. A cég megteremtette az alapokat ahhoz, hogy azok a fejlesztések, amelyek 2019-20-ban fognak elkezdődni, csarnoképítés, infrastruktúra fejlesztés, közvilágítás fejlesztés, fog megvalósulni az ottani vállalkozások kérésére is, illetve ezzel szeretnék újabb előpörülőket idevonzani. Ez a feltételeket maga a cég azt tudta biztosítani. A távfőszolgáltatásért felelős önkormányzati cég azok közé tartozik, amiknek a fő célja nem a profit termelése, hanem a közszolgáltatás ellátása. A vállalkozást az önkormányzat 2015-ben hozta létre, miután felmondta a távfűtést addig végző KFT-vel kötött szerződését. A város polgármestere szerint a váltás beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A cég ugyanis a rezsicsökkentés által befagyasztott árak mellett is csak minimális veszteséggel zárta a tavalyi évet. Ebben viszont benne volt, hogy már 2018-ban előre megvásárolta az idei évre vonatkozó széndioxid kvótát, valamint megvette az önkormányzattól a Sárvíz utcai irodaépületet is. Mindezek mellett pedig a távfőszolgáltató kiemelkedően teljesített a közös képviselőkkel és a lakossággal folytatott kommunikáció terén, mondta a polgármester. Az egyik legjobban működő cégünkről beszélünk, és nagyon fontos az, hogy azt a gyakorlatot a többiek is átvegyék majd, hogy folyamatosan kell kommunikálni a lakossággal, és hogy ez a kommunikáció megvan akár egy tervezett fejlesztés kapcsán, vagy bármilyen más átalakítás kapcsán, és előre tudnak róla lakók, akkor sokkal jobban el tudják fogadni, és tudomásul tudják venni ezeket a lépéseket. A szekszárdi képviselőtestület legközelebb május 29-én ülésezik.